Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a vonal túlsó végén Kiszeli Zoltánt, a századvég politikai jellemzési igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Három témát hoztunk erre a napra, hadd kezdjem az elsővel az EU csúccsal, ez az Európai Politikai Közösségnek a csúcs találkozója, amit tegnap tartottak itt Budapesten, ma pedig egy informális csúcsra kerül sor, de kezdjük a tegnapi rendezvényel, eseményjel. Mit emelnek ki ebből az eseményből? Nagyon sok mindenről beszélhetnénk, sok beszéd hangzott el, volt egy hosszú sajtótájékoztató is, kíváncsiak a véleményére, hogy mit tartanak fontosabbnak. Az Európai Politikai Közösség nem egy uniós szervezet, hanem az Európai Országokat Egyesítő Konferencia, egy olyan platform, ahol az európai országok megbeszélhetik a kontinenst foglalkoztató kérdéseket és megoldásokat kereshetnek. Tehát ezt Macron elnök hívta életre, és pont azt a célt szolgálja, hogy a 27 uniós tagország a hat nyugat-balkáni országgal, illetve a keleti partnerség hat országával, valamint a korábban az Unióból kilépett Egyesült Királysággal közösen gondolkodjon a földrészről. Tehát ez, ez, ez a fontos, hogy ez egy keret, hogy ez egy olyan hely, ahol az európai vezetők tudnak találkozni, tudnak informálisan beszélgetni egymással. Semmi kötelező döntés nem születik, de mégis egymással tudnak beszélni. Hát ugye a akik nem voltak itt, Oroszország ugye a háború miatt, illetve Fehér Oroszország, amely tagja a keleti partnerség programnak. Ezt az Unió 2009-ben indította el, hogy a volt szovjet tag köztársaságok közül hatot nyugat felé fordítson. Ugye hát a háború miatt Fehér Oroszország nem betrészt a hat ország közül, de Körményország, Azerbajdzsán, Moldova, Ukrajna viszont igen. Tehát azt látjuk, hogy azért ez egy nagyon széles formátum, és hát ezen lehetett beszélgetni. Nyilván Zelenszki elnök volt az, akire a legnagyobb figyelem irányult, és hát jó jel, talán kevesebb figyelmet kapott, hogy amikor Orbán Viktor júliusban a béke missziója keretében Kievben járt, akkor megállapodtak abban, hogy több ukrán iskolát nyitnak a hazánkba menekült ukrán menekülteknek, és például Zelenszki elnök meglátogatta Csepelen, az egyik új iskolát, ahol ide menekült ukrán gyerekek tudnak ukránul tanulni, és hát ugye ez azért fontos, mert ugye nem csak azt követeljük, hogy a magyarok tanulhassanak Kárpát alján magyarul, hanem a magyar állam biztosítja is az ukránoknak, hogy ők is nálunk az anyanyelvükön tanulhassanak. Tehát ez is egy nagyon fontos gesztus is volt Szerenzki részéről, illetve elismerése, annak a humanitárius segítségnyújtásnak, amit azért Magyarország Ukrajna felé, az ukrán lakosság és menekültek felé biztosít. Hogyan képzeljen el egy, a, a, hallgató ezt a rendezvényt? Hogyan képzelje el? Tehát vannak beszédek, amikor felszólalnak, ugye Orbán Viktor beszédével kezdődött ez a, ez a rendezvény, illetve, ahogy említette Zelenszky beszédére, hogy külön szeretnék egy picit kitérni, és akkor utána egy vacsora keretében szabadon beszélgetnek itt a vezetők? Igen, tehát ez egy, az a lényeg, hogy mindenki egy helyen van. Tehát talán ez a legfontosabb, hogy ugye nyilván föl tudják hívni egymást az európai vezetők, ismerik egymást telefonszámát, vannak két oldalú találkozók, tehát rendszeres találkozók is vannak országok között nyilván. Egyébként, amit a hallgatóknak talán fontos tudni, hogy jobban megértsék, amikor azt mondják, hogy Magyarország elszigetelődött, vagy szembe megyünk az autópályán, hogy ez mennyire nem igaz, hogy minden kormányváltással változnak a preferenciák. Tehát Azért fontos, hogy most mindenki egy helyen van, mert például korábban, amikor az Egyesült Királyságban konzervatív kormány volt, ők a lengyelekkel, meg a baltiakkal építettek egy tengelyt. Most, hogy már nyár munkáspárti kormány van, dobták az egészet, és ők a németek felé mennek, mert két baloldali kormányfő van most Londonban és Berlinben, hát Berlinben már nem sokáig, de lényeg az, hogy például ez a kormányváltás Londonban megváltoztatta a brit kormány preferenciáit, hogy a munkáspárti brit kormány, a, a szociáldemokrata a német kormányjal kereste a kapcsolatot. Tehát igazából itt mindenki egy helyen van, elhangzanak plenáris beszédek, ugye Orbán Viktor, mint házigazda tartotta a nyitóbeszédet, ugye Zelenszky a háború miatt fontos országnak az elnöke elmondta, hogy ő hogyan látja a helyzetet Ukrajnában a háborúban, de ez is nagyon fontos nyilván, mert ez határozza meg most legjobban Európa sorsát, nem csak a béke szempontjából, vagy a stabilitás szempontjából, hanem látjuk a szankciós inflációt látjuk a menekültek kérdését, tehát ezért kíváncsiak arra, hogy Zelenszki hogy látja a helyzetet, és ami fontos, hogy utána lehetőség van ilyen két oldalú találkozókra is, tehát hogy esetleg azok az országok, azon országok vezetői, akik nem találkoznak olyan sűrűn egymással, itt össze tudnak futni, le tudnak ülni egy sarokba, egy kávé mellé, és akkor tudnak beszélgetni negyed órát, fél órát, ez az informális rész, ez is nagyon fontos, mert itt tudnak esetleg rákérdezni projektekre, itt tudnak újabb projektek elindítani, hármas-négyes találkozók is vannak, tehát ez, ez azért fontos, mert informálisan sok mindent jobban előre lehet lendíteni, mint, mint hivatalosan, esetleg tudnak olyat mondani egymásnak, üzenni egymásnak, ami, ami mondjuk felold helyzeteket vagy ami, ami, azért előre visz dolgokat, mondjuk olyanokat, hogy ha ti itt engedtek, akkor mi is tudunk engedni. És nyilván ezt hivatalosan sosem mondanák egy konferencián, de egy négy szem közt tudja mondani, hogy ti engedjetek ebben, és akkor mi is fogunk engedni. Tehát, tehát ez például nagyon megkönnyíti az ilyen befagyott helyzeteknek a, a, feloldását. És hát este egy vacsora van, ahol úgymond az egésznek a rezüméjét megvonják, ahol még egyszer ugye a legfontosabb kérdéseket összegzik, és hát amiből kimaradtak a, vezetők, tehát azokat, amik ilyen közös érdeklődésre tartnak igényt, információkat, ezeket elmondhatják a vezetők, nyilván itt üzenhetnek is. Tehát ez azért fontos, mert ugye az uniós vezetők rendszeresen találkoznak, vannak egyéb formátumok is, de, de itt például üzenhetnek a kormányfők a többieknek, és van az a híres mondás, hogy a lányomnak mondom, hogy a menyem is értse, nyilván azért, akinek van füle a hallásra, az megérti, hogyha egyik vagy másik miniszterelnök szót kér, és mondjuk rámutat valamelyik kérdésnek a fontosságára, akkor azt nyilván a többiek is megértik, hogy erre is figyelemmel kell lennünk. És hát nyilván, ugye, ami talán még fontos volt, Orbán Viktor és Edi Ráma e, albán miniszterelnöknek a közös nemzetközi sajtótájékoztatója, ugye azért az albán miniszterelnökkel, mert ő veszi át ennek a formátumnak a, az elnökségét, e, és a következő ilyen találkozóra majd Albánia fővárosában, Tiranában kerül sor. Tehát emlékezhetünk, hogy nem Régiben volt ugyanilyen formátum Moldovában, Kisjenőben, vagy hát Londonban is volt ilyen találkozó, tehát ez mindig vándorol, fél évente máshol-máshol találkoznak a vezetők, pont azért, hogy ez az informális találkozó, ez ez rendszeres legyen, és, és tudjanak beszélgetni. Volodymyr Zelenszky a beszédében arról beszélt, hogy nyilván Ukrajna milyen nehéz helyzetben van, és olyan mondatokat is mondott, hogy Oroszország nem területszerzés miatt indította ezt a háborút, hanem azért, mert szeretne, szeretné visszaszerezni a befolyást, és nem csak Ukrajna, hanem aztán majd egész Európa felett. Orbán Viktor pedig itt még mielőtt a csúcsok elindultak, arról beszélt, hogy Donald Trump győzelme folytán egy új ukrán stratégiát kell az Európai Uniónak is kidolgozni. Hogyan látja most ezt a politikát, ezt a helyzetet? Biztos, hogy nagyon korai még talán ez a kérdés, hiszen ugye Donald Trump megnyerte ugyan a választásokat, a beiktatása az majd januárban lesz esedékes. Viszont Európában lát olyan rugalmasságot, hogy más, másképpen lássák Ukrajnát, vagy másképpen nyúljanak hozzá? Igen, tehát a először is nézzük meg, hogy mi az alaphelyzet. Tehát Oroszország nyer, Ukrajna veszít. Tehát ez, a, ez az alaphelyzet a fronton. Az ukránok kezdenek kimerülni, ezt onnan látjuk, hogy az oroszok egyre gyorsabban, egyre több területet foglalnak el. Tehát Zelenszky mindent egy lapra tett fel, kalandvágyó volt, és a Kurszki támadással igazából felgyorsította az ukrán hadseregnek a, 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 az amortizációját. A legjobb alakulatokat Kurszkba küldte, ezzel meggyengítette a Donetsz frontot, ahol nem olyan harcedzett, nem olyan jól felszerelt csapatok vannak, és azt látjuk, hogy Kurszkot nem tudja tartani, az oroszok az augusztusban elfoglalt, az ukránok által elfoglalt terület felét már visszavették, az 1400 kilométerből most már nagyjából több mint 500 visszakerült Oroszországhoz, az ukránok nem nagyon tudják tartani a maradék Kurszki területet, tehát, tehát ez viszont felgyorsította Donetskben az ukrán front összeomlását, azt látjuk, hogy az oroszok most már napon mondta, foglalnak el egy falut, mikorában hetekbe tellett egy település elfoglalása. Tehát Zelenszki egy nagyon rossz helyzetben van, és hát ugye neki az az érdeke, hogy, hogy a háborúban minél több ország aktívabban bekapcsolódjon. Ugye ő ezért jelentette be a győzelmi tervét, hogy Ukrajna azonnal legyen a NATO tagja, mondták, hogy felejtse el, mert az világháborút jelent akkor utána ugye mondta, hogy akkor kapjanak nagy hatótávolságú fegyvereket. Mondták az oroszok, hogy ha nagy hatótávolságú fegyvereket adtok az ukránoknak, az hatba lépést jelent, hiszen nyugati haditechnikával, nyugati mérnököknek kell működtetni ezeket a nyugati rakétákat. Az ukránok nem tudják ezeket a rakétákat működtetni, nincsenek olyan célba jutató rendszereik, olyan adatbázisaik, olyan műholdas technológiájuk, amik, amikkel ezek a rakéták működnének, és az oroszok ezt azonnali nyugati hadba lépésnek volna, és ezért a nyugatiak elálltak ettől. Ugye atomfegyvert is megpedzegette Zelenszky, hogy vissza kéne csinálni a budapesti memorandumot, amikor Ukrajna, Fehér és Kazaksztán leadta az atomfegyvereit. Ugye mondták neki, hogy felejts el, Ukrajnának nem lehet atomfegyvere. Tehát igazából Zelenszky eszközszerenül van ott, és azt reméli, hogy az európai országok majd aktívabban bekapcsolódnak Ukrajna támogatásába, hogy az Macron elnök mondta, majd katonákat küldenek Ukrajnába hogy hát ezt, ez, sem, ez sem egy opció. Tehát ilyen szempontból Zelenszkinek egyre kevesebb mozgástere van, ugye a fronton rosszul áll, a USA-ban egy fordulat következik be januártól, az USA már nem fog annyi pénzt a háborúba tenni, illetve hát azt is látjuk, hogy Európában is fordul a hangulat. Tehát a, a, a kérdésre a válasz az, hogy két alternatíva előtt áll Európa. A mainstream Brüsszelben, és sajnos Berlinben, meg Párizsban, és Londonban azt gondolja, hogy, hogy akkor Európának át kell venni az USA-tól az ukrajnai háború finanszírozását. Erre megtörténtek a, a döntések és a lépések. Idén februárban az Unió 50 milliárd eurót szavazott meg Ukrajna támogatására, a költségvetési támogatásra, illetve 20 milliárdot az európai békekeretre a háború támogatására. Tehát azt látjuk, hogy felkészültek a Trump 2.0-ra, és Trump biztossá tették az ukrán háború finanszírozását. Ezt a NATO is megtette júliusban, amikor a, a, a formátumot az amerikai kormánytól átvette a NATO. Hát ez az ukrajnának nyújtott nyugati fegyversegély koordinálása, amit eddig az amerikai kormány koordinált, ezt átvette a NATO, hogyha pont ez a változás bekövetkezik, hogy Trump kerül az elnöki székbe, akkor az amerikaiaktól függetlenül a NATO tudja az ukrán fegyverellátást biztosítani. Illetve a NATO ö, 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 egyszer 40 milliárd rót megszavazott Ukrajna támogatására, ugye, és ez 5 éven keresztül lenne így, hogy, vagy 5 40 milliárdot, ebből az első 40 es szavazták meg. Tehát igazából az európai mainstream az a háborút akarja folytatni, ugye ezt az ő háborúknak érzik, hogy ezt a brüsszeli politikusok mondják, hogy ez a mi háborunk, ugye, vagy Annalina Berbok német külügyminiszter, hogy mondta, hogy, hogy, addig támogatjuk Ukrajnát, amíg kell, és mindegy, hogy erről mit gondolnak az ő német szavazói, vagy hát azt is látjuk, hogy Manfred Weber vagy mások azt mondják, hogy Oroszországot térdre kell kényszeríteni, le kell győzni. A német kancellár mondja, hogy Oroszország nem győzhet, és Ukrajnát addig kell támogatni, amíg, amíg, amíg minimum padhelyzet nem áll be. Tehát ez a mainstream, és ez az egyik megoldás, akik azt keresik, főként a csehek, a litvánok a, a brüsszeliek, hogy hogy lehet még több pénzt, még több fegyvert, és idővel talán még több katonát önteni az ukrán háborúba. És ezzel szemben áll Orbán Viktor, Robert Fico, és most már Trump elnök is, és a világ kétharmada, a globális dél, a kínaiak, a brazilok, a délafrikaiak, a, a, az indiaiak, akik meg azt mondják, hogy békét kell teremteni. Tehát igazából ez a két út áll Európa előtt, hogy folytatja a háború finanszírozását abban reménykedve, hogy két, négy év múlva Trump helyett Megint egy demokrata elnök kerül Washingtonban az elnöki székbe, úgymond helyreáll a rend, és ahogy négy év után jött Biden, most majd négy Trump év után jön majd egy új demokrata, és visszatérünk oda, ahol most voltunk, vagy most vagyunk. Orbán Viktor ezzel szemben azt mondja, hogy tárgyalni kell, az oroszok és az ukránok üljenek le egy asztalhoz, döntsék el, hogy hogyan tudnak együtt élni, mert ez elsősorban az oroszokat és az ukránokat érinti, ez a háború, ők háborúznak közvetlenül, de hát nyilván ugye elhangzott az európai békés, a békearchitektúra kifejezés is. Ez nagyon fontos, hiszen az lenne a szerencsés, hogyha nem csak az oroszok és az ukránok ülnének le ahhoz a bizonyos asztalhoz, esetleg az amerikaiak és a kínaiak is, mint a két háborúzó fél legfőbb gazdasági pénzügyi támogatói, hanem az európaiak is ott ülhetnének ennél az asztalnál, és azt a bizonyos európai békearchitektúrát közösen dolgoznák ki, hogy, hogy zárják le a háborút, ez most a legfontosabb, és utána hogyan éljünk együtt Oroszországgal. Mert Oroszország is itt marad a háború után. Ugye a demokraták Soros Györgyék azt remélték, hogy megdöntik az orosz rendszert, és akkor úgymond demokratizálják Oroszországot. Hát ez nem következett be. Oroszország úgy néz ki, hogy ezt a háborút meg fogja nyerni, és akkor Putyin megerősödik. És ugye itt jön az, hogy Zelenszky azzal fenyeget, hogy akkor majd tovább megy Lengyelországba, meg a Baltikumba, meg, meg, meg Moldovába. Ugye ezzel próbál újabb országokat bevonni a még jobban a konfliktusba. Ugye ezzel szemben meg a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy ha sikerül tűzszünetet és béketárgyalásokat elérni az oroszok ukránok között, akkor meg azon kell elgondolkodnunk, és az a baj, hogy Európában semmilyen munka nem zajlik, hogy hogyan tudjuk Európát egy olyan új biztonsági architektúra mentén megfogalmazni, hogy az oroszoknak a jogos igénye, hogy, hogy a nyugat ne legyen túl közel az orosz határokhoz, ezt is, ezt is ő, háború nélkül garantálni tudjuk, hogy az oroszok és úgymond biztonságban érezzék magukat, és hát nyilván, hogy ne legyen több háború, ez meg a nyugatnak, meg az Oroszország, a szomszédos országoknak az érdeke, hogy Oroszország ne támadja meg őket. Tehát ez egy jogos igény orosz részül, hogy, hogy, a NATO nem menjen az orosz határokhoz. Nyilván az ukránok, a grúzok, a moldovaiak mind már a nyugat részévé akarnak válni, nem akarnak még egyszer orosz iga alatt élni, és hát ezt kéne valahogy egy tető alá hozni. Ez lenne az a bizonyos új európai békearchitektúra, aminek a pilléreit ki kéne jelölni. Erre nagyon jó egyébként ez az európai politikai közösség, mert hát, mint mondtam, ha majd később a háború után Oroszország és Fehér Oroszország is visszaülhet ahhoz az asztalhoz, akkor közösen kéne eldönteni, hogy milyen legyen az a formátum, amelyben Európa együtt tud élni, mert ami alternatívaként, itt van az asztalon, hogy a mainstream folytatna a háborút, az nyilván nem jó, nekünk se jó, meg az ukránoknak se jó, meg az oroszoknak se, meg a világnak se. Vagy a másik alternatíva, a hideg háború, amit ugye még nem tudjuk, hogy Trump milyen irányba fordít, de a demokratákkal egy új vasfüggő nyereszkedett volna le, hogy amit az oroszok el tudnak foglalni, az az övék, van egy demarkációs vonal, egy konfliktus vonal, és ami attól a vonaltól nyugatra van, az meg az USA befolyása alatt áll, és megint egy ilyen nagy Európa most keleti szélén menne egy ilyen vasfüggő, nyilván ez sem jó, mert hát Európának szüksége van azért az orosz nyersanyagokra, eh, eh, ahhoz, hogy az ipara olcsó energiahordozókkal olcsó nyersanyagokkal működhessen, tehát ezért lenne szerencsésebb az, amit Orbán Viktor mond, fegyverszünet, békekötés, és utána egy új európai békearchitektúrát kell kitalálni. Voltak erre kísérletek egyébként rögtön 90-ben, nem igazán sikerültek, és az oroszok most már nem hisznek a nyugatnak. Tehát az a, a probléma ott van, hogy a nyugat nem hisz az oroszoknak, az oroszok meg nem hisznek a nyugatnak, és így, így amíg a bizalom nem áll helyre, addig sem a háború lezárása, sem egy új ilyen biztonsági architektúra nem lehetséges. Beszéljünk akkor a mai történésekről is, ugye ma pedig egy informális csúcsra fog sor kerülni, ami kifejezetten Európai Uniós vezetőket érint. Mi most pénteken délelőtt beszélgetünk egymással, tehát ez a, erről a csúcsról érdemben ilyen szinten nem tudunk most még komoly információkat. Viszont azt láttam, hogy azt találgatják, hogy esetleg a, grúz, a frissen megválasztott grúz elnök és akár az ukrán elnök, Volodymyr Zelenszky is maradhat erre a mai napi csúcsra. Tudunk erről bármi többet, hogy maradhatnak-e, és hogy ha igen, akkor milyen, milyen okok által, vagy milyen megfontolásból? Hát ugye Grúziában nemrég zajlott le a parlamenti választás, ugye a grúz állam kormánypárt megnyerte ezt a választást. Ugye az ellenzék és a nyugati mainstream vitatta ennek a választásnak a, a mondjuk így a volt, voltát, azonban nem választási csalásról beszéltek hanem választási problémákról. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyugat feltehetően el fogja ismerni a grúziai parlamenti választásnak az eredményét, mert olyan szisztematikus csalásról, ami az eredményt érdemben befolyásolta volna, az ellenzék sem beszél, illetve a nyugat sem beszél, hanem ők ilyen választási visszaélésekről beszélnek, ugye ezek helyi szinten jelentkezhetnek, ugye vannak videófelvételek egyes szavazóhelyiségekről, de az nem látszik, hogy a választást országos szinten manipulálták volna. Tehát valóban úgy tűnik, legalábbis a mai tudásunk alapján, én legalábbis ezt látom, ezt olvasom az újságokban, hogy a grúzok többsége a kormánypártra szavazott, ott is ugye a háború és a béke kérdése volt talán a választásnak a fő témája, és ebben úgy néz ki, hogy a grúzok többsége a kormánypártot támogatta. Tehát szerintem ezt nem vitatják. Azt, hogy most ez 53 volt el, hogy a, 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 választási bizottság mondja tbilisi vagy mondjuk ez egy alacsonyabb arány volt, az, 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 még nyilván számolják, vagy, vagy a bíróságok majd eldöntik, hogy, hogy akkor most az mennyi, hány százalék, mi a vége. De talán ez is lehet, hogyha a grúz miniszterelnök itt marad, akkor talán tudja tisztázni ezt a kérdést, vagy beszámolhat ennek a folyamatnak a végéről, hiszen az újra számláláshoz meghívták a nemzetközi megfigyelőket is. Tehát a grúz kormány arra törekszik, hogy egy legitim eredmény szülessen, és talán, hogyha itt marad, mondjuk még nem tudjuk, nyilván ez most csak spekuláció, de ha itt marad a grúz miniszterelnök, akkor személyesen tudja elmondani az európai miniszterelnöknek, az uniós miniszterelnököknek, hogy, hogy a választás hogyan zárult le, vagy hogy mit tettek annak érdekében, hogy ez egy megnyugtató eredmény legyen, és hogy a nemzetközi megfigyelőkkel együtt az újra számlálás a bírósági határozatok milyen eredményre vezettek. Ha ezt sikerülne megtennie, akkor ezzel nagyban legitimálná a saját kormányát és a választás eredményét. Mondom, én azt nem vitatom, és szerintem józan ember nem vitatja, hogy a grúzok többsége a kormánypártot szavazott, tehát megnyerte a Grúzálom párt a választást. Nyilván a vita talán körül volt, hogy hány százalékban. Ugyanaz a helyzet egyébként mint világszerte, akár Amerikában vagy nálunk, a fővárosiak, a nagyvárosiak, a gazdagok, a, a, a magas képzettségűek, a jól jól keresők, akik a globalizáció nyertesei, ők az európa integrációt támogatják, akik vidéken élnek, mondjuk a mezőgazdaságból vagy a, vagy a nagyiparban dolgoznak, am, aminek az Európai Integráció a kárát látná, mert legyünk őszinték, hogy a grúz gazdák sem tudnak versenyezni a francia vagy a holland mezőgazdasággal, és azok az üzemek, amelyek most még mondjuk a grúz vagy a, vagy a térségbeli piacra dolgoznak, azok meg nem tudnak a német vagy a francia üzemekkel versenyezni. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindenki egyöntetűen támogatja az Európai Uniót, hanem bizony nagyon sok olyan ember van, főként a vidéken élők, a gazdák, a a, a, a veszteséges üzemekben, vagy a régi technológiával dolgozó gyárakban dolgozók, akik azt mondják, hogy jobb az, ahogy most van, a quo sokkal jobb, mint az. És hát, hogyha nem akar valaki nyugatra utazni, vagy nem akar nyugaton dolgozni, akkor az, hogy most szabadon lehet utazni. Látják, hogy a románokat, bulgárokat is már 20 éve váratják a, a Schengeni övezettel, vagy 15 legalább. Tehát magyarul azt is látják, hogy az unió nem fenékik tejfel. Tehát vannak nyilván pro érvek, és biztos, hogy ott is a többség az az uniót akarja, de hogy Moldovát és Ukrajnát meghívták Grúziába, bo, 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 Moldovát és Ukrajnát meghívták az unióba, de Grúziát nem, ezért vagy, vagy felfüggesztették a tárgyalásokat, ez sem tett jót mondjuk az uniónak. Tehát azt látjuk, hogy azért van pro és kontra év. tehát ez a grúz miniszterelnök, én ezt látnám célszerűnek, vagy, vagy logikusnak, hogy ő erről beszél. Az pedig nyilván arról beszélhet, hogy ő hogyan látja a háború helyzetét, erről már tegnap beszélt az európai politikai közösségnek a, a találkozóján, de az, hogy az Unió 50 plusz 20 milliárd eurót már idén februárban megszavazott Ukrajna támogatására, Nyilván ehhez képest mondhat még valamit, hogy ezt a támogatást hogyan használják föl, és hát nyilván, hogy itt Magyarország kult szerepet játszik, mert mi blokkoljuk nagyjából 6 milliárd eurónak a kifizetését, ami ebből az európai békekeretből az uniós országok által Ukrajnának átadott fegyverek kompenzációját szolgálná, tehát lehet, hogy itt is ezzel kapcsolatban is van Zelenszkinek egy-két gondolata, de hát, meg hát nyilván Európának, az Európai Uniónak is az ukrán menekültekkel kapcsolatban bank kell valamit tennie, hiszen azt látjuk, hogy Németországban is most csökkenteni akarják például az ukránoknak a szociális segélyét, nem, mert azt látjuk most, hogy az ukránok a, a többi országból, ahol a kevesebb ellátást kapnak, átköltöznek Németországba, a migránsok is átköltöznek Németországba, az ukránok is, mert jobb az ellátás, és hát az nem lehet, ugye, hogy... hogy tehát ez nagyon sok kérdés van, tehát bőven van, mivel, miről Zelenszkivel is beszélni. Akkor beszéljünk gyorsan a harmadik témánkról is, ez pedig a német kormányválság. November 6-án a délutáni koresti órákban jelent meg a hír, hogy egy válság közelít a német kormány felé. Egyébként akikkel rendszeresen szoktunk beszélgetni Németországról, ők azért valamilyen szinten ezt előre is jelezték, hogy nagyon instabil a német kormány, de pontosan mi történt most? Hát, ha egy mondatban kell összefoglalni, egy fekete Péter játékot látunk. Tehát, hogy kinél maradjon a fekete Péter. Igazából ez, 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 ez a verseny volt. Ugye a német gazdaság lábon nőtte magát, ugye Angela Merkel um, eldöntötte, hogy lekapcsolják az atomerőműveket, ez meg is történt, és ahelyett 50 gázerőművet akartak építeni a németek. De ezt az 50 gázerőművet orosz gázzal üzemeltették volna. Ugye ezért kellett az északi áramlat kettő. És hát atomerőművek már nincsenek, és hogy valakik nem tudjuk kik, de sejtjük, fölrobbantották az északi áramlat vezetékeket, így most már gáz sincsen. Tehát a német gazdaság ott van olcsó orosz energia nélkül, és az elmúlt 40 évben az olcsó orosz vezetékes energiára építették az üzleti modelljüket, hogy a molekulát kipréselték, és csodálatos prémium termékeket adtak el, ami a félvilág sorban állt. Tehát német gyógyszerekért, festékekért, autóalkatrészekért. Tehát azt látjuk, hogy hogy ez már nincsen, és ugye a probléma ott van, hogy a német gazdaság nagyon drágán kap energiát, mondjuk az amerikaiak négyszeres áron adják az lng az európaiaknak, mint otthon adják. Tehát mondjuk az, az, amerikai gazdasághoz képest a németnek négyszeres árat kell fizetni az energiáért. Nem csoda, hogy az ipar elvándorol Németországból. Sorra húzzák le a rolót a német gyárak, már rég elvándorolt a, a, a vegyipar, mondjuk Kínába, Ázsiában az energiaintenzív gyártás az, az ott hagyja Németországot, akár a mi hogy így értik meg a hallgatók, hogy miért épül annyi akkumulátorgyár Magyarországon. Mert itt van orosz energia, itt, itt van, miből energiát előállítani, akár az atomerőmű, akár mondjuk az orosz vezetékes gázból, nálunk három ilyen gázturbinás erőművet akarnak építeni. Tehát azt látjuk, hogy, hogy Németország csúszik le magukhoz képest, és ami a legrosszabb, hogy nem is látják, hogy mitől lenne jobb. És igazából ez a koalíció, ez egy kényszerházasság volt, a szozdemek, a liberálisok és a zöldek koalíciója, és eljutottunk oda, hogy annyira felgyorsult a csúszás, tehát a Volkswagen három gyárat akar bezárni, 30 ezer embert elbocsátani, és a többi nagy német autóipari cég, vagy beszállító cég nagyjából még 50 ezer embert akar elbocsátani. És ugye ez csak a dominón, vagy a jéghegynek a csúcsa, vagy a dominónak az eleje, mert az autóipar egy komoly változás előtt áll, az elektromos autókhoz tized alkatrész kell, mint egy benzines dízeles autóhoz, és hát ugye, hogyha ezek az emberek nem dolgoznak, akkor kevesebbet vásárolnak, kevesebbet fognak fodrászhoz járni, vagy, vagy mondjuk kevesebbet költenek szórakozásra, mert nem lesz pénzük. Tehát magyarul ez egy recesszióban van Németország, és hát Európa legerősebb gazdasága, ha recesszióban van, azt mindenki megérzi, például az euró, ugye a közös valuta, amit én mindig hibás terméknek, vagy hangosan ketyegő bombának hívok, ugye az e addig van Európai Unió, addig van Európai Együttműködés, amíg van Erró. ezt Angela Merkel nagyon jól megmondta. Ha bedől az euró, bedől az Unió, és az euró mögött 27%-ban a német gazdaság ereje van. És igazából most, hát ezek a nagy kérdések, tehát hogyha a német gazdaság bedől, és úgy látszik ugye, hogy tehát nem összeomlik, tehát ne félre, nem temetem a német gazdaságot, csak azt konstatálom, hogy recesszióba fordult, és ez azt jelenti, hogy ha ez felgyorsul, akkor már nem tudják azt a 27%-ot betenni az ERO mögé, tehát kevesebbet fog érni. Ez mit jelent? Inflációt. Az infláció viszont a szegény emberek adója, értsd, hogyha magas az infláció, magasak a kamatok, magasok a törlesztő részletek, szívja ki a pénz az infláció az emberek a cégek zsebéből, mi történik, menekülnek el Európából. Ezért erősödik a dollár, mert mindenki arra számít, hogy Trump politikája inflációt fog gerjeszteni, ha bevezeti a védővámokat, rögtön minden 10-20-30 kal drágább lesz, és rögtön ilyen magas az infláció, magasak a kamatok, és dollárban még mindig jobb tartani a pénzt, mint Euróban, ezért menekül a pénz Amerikába, várják a magasabb kamatokat, és hát Németország ország ennek a levét issza, plusz a migránsokat beengedtek, nagyjából két és fél millió, három millió migráns van Németországban, ezeket etetni kell, szállást kell biztosítani nekik, most kaptak még másfél millió ukrán, képzeljük el, hogy a szomszédos országokból Németországba költöznek az ukrán menekültek, mert ott például kapnak lakást, kapnak havi 560 euró szociális segét, még mondjuk a többi országban csak szállást kapnak, és nem kapnak, de tömegszállást kapnak, és nem saját lakást, mondjuk panel Lakást. Tehát az a lényeg, hogy a német, németeknek alapjában újra kéne gondolniuk Németországot, és hát ott jut, most jutottunk el oda, hogy, a, hogy, rájöttek a pártok arra, leginkább a kisebbek, a liberálisok, hogy ha most nem lépnek, akkor maguk alá temeti a csőd tömeg, és az emberek őket fogják büntetni. A liberális párt már 2013-ban kiesett egyszer a parlamentből, amikor Angela Merkel mellett voltak, és az emberek a liberálisokat büntették Angela Merkel politikája miatt és ezt nem akarják még egyszer megvárni a liberálisok, ezért igazából elindult egy licit, ugye Scholz kancellár azt mondta erre a gazdasági válságra, a recesszióra, hogy hozzunk létre egy bizottságot. Hát ugye ez ilyen nesze semmi fog meg jól. Erre a zöld miniszter azt mondta, hogy vegyünk föl hiteleket, felejtsük el az adósságféket, vegyen Németország is fel hiteleket, mint hogy az olaszok, franciák hitelből élnek, és akkor a, a munkahelyteremtő beruházásokra ő 10% adó támogatást adna, hogy a cégek 10%-ot vissza Kapnának. És hát ugye nyilván adóból, hitel, bocsánat, hitelből, hát ez se a, a németeknek. És itt, itt értünk el oda, itt értünk el oda, hogy a, a liberális gazdasági miniszter pedig azt mondta, hogy jó, egy fordulatra van szükség, felejtsük el a klímacélokat, tartsuk be az adósságféket, csökkentsük az adókat, vonjunk meg szociális segélyeket, ugye ezt meg a szozzemek nem tehetik. És igazából ez robbantotta föl a koalíciót. Volt már ilyen, 1982-ben volt utoljára ilyen, amikor az akkori liberális pénzügyminiszter Otto Graf Lambsdorff egy hasonló ultimátumot intézett az akkori Szozdem kancellár Helmut Schmidthez, hogy egy gazdaságpolitikai fordulatot kért az akkori német kancellártól. Helmut Schmidt erre nem volt hajlandó, és a liberálisok átálltak a CDU-hoz, így lett Helmut Kohl kancellár. Most ugye ez nem működik, mert az liberálisok és a, a CDU-CSU nincsen többségben a német parlament, tehát ez a, ez a smooth transition, ez a gyors váltás most nem lehetséges, de hát ugye most azon vitatkoznak, hogy ahogy Scholz kancellár szeretné, csak január 15-én nyújtja be a bizalmi kérdést, amit feltetően elveszít, és csak márciusra legyenek előrehozott választások, vagy amit a németek többsége szeretne, amit az L, a CDU szeretne, és a liberálisok is, hogy minél hamarabb legyen előrehozott választás. Egyrészt, mert akkor még a liberálisok bejutnának a parlamentbe, jövőre már biztos nem jutnának, illetve, hogy akkor a CDU is még be tudná söpörni azt a 30-35 százalékot, és akkor a hozzá meg 15 százalékával hogyha kicsit a szozdemek is javítanak, akkor még egy nagy koalíció esélyes lenne. Nyilván a liberálisok azt remélik, hogy a CDU és a szozdemek együtt nem tudnak kormányt alakítani, ha ők bejutnak a parlamentbe, rájuk is szükség lesz, és akkor Lindner maradhat a pártelnök továbbra is pénzügyminiszter. Hát ez is 19-re lapúzás, mert feltehetően el tudják halasztani a választás időpontját a következő évre, és addigra a szélsőségesek fognak megerősödni, tehát a baloldalon a, a szövetsége és a a balpárt, illetve az AFD, és ez még nehezebbé teszi majd Berlinben is a szövetség, a koalícióalkotást, hiszen ha a CDU nem tud 30-35 százalékot szerezni, és a Szozdemek legalább 15-20 százalékot és megint csak a zöldekkel tudnak koalíciót kötni, akkor szinte ugyanott tartunk, mint most, csak azzal a következménnyel, hogy a CDU is amortizáljon magát, és nem 30%-on lesz, hanem 20%-on. Tehát igazából Németország egy ilyen rókafogta, a helyzetben van, az elitek elkalkulálták magukat, nem hallgatnak az emberekre, a józan észre, és az ideológia vezérelt politika, mint Brüsszelben a klímaátállással, a genderideológiával, a, a, az ukrán háború ész nélküli támogatásával, ugyanúgy egy az egyben ott van Berlinben is, csak hát ennek már nincs meg az anyagi fedezete, nem tudják finanszírozni, és nincs meg a társadalmi támogatottsága, mert az emberek azt látják, hogy hogy a háborúra van pénz, a klímaátállásra van pénz, csak munkahelyeket semmisít meg, és ugye rájuk meg nincs pénz, és ezért keresnek alternatívát. A rossz hír, hogy azzal, hogy esetleg betiltják az AFD-t, hogy ne indulhasson a választáson, ne jelentsen alternatívát, vagy hogy a balpárt erősödik, ezzel igazából a mérsékelt pártok lehetőségeit csökkennek lát Németországban olyan józan hangot, ha már így fogalmazott, akinek lenne esélye arra, hogy a következő időszakban politikai szinten megmérettesse magát? Tehát, hogy van olyan személy, aki kiemelkedik ebből az egészből? Hát a CDU-ban most már vannak józan hangok. Úgy tűnik, hogy Friedrich Merz, aki most a párt elnöke és frakció vezetője, ő, ő de, de, de ki tudta szorítani Angela kellnek a híveit, tehát ez, ez mindig úgy van, hogy egy új pártelnök, akkor a régieket kirakják. Egyébként, amikor a harmadik Károly beköltözött a Buckingham palotába, elbocsátotta a második Erzsébet királynőnek az összes alkalmazottját, hogy, hogy ne, ne az elődjéhez képest kelljen neki hanem ö, alkalmazkodni, hanem ő új szabályokat vezethessen be, és az új garnitúra már tőle függjön, ne az előzőhöz képest mérjék őt, illetve ne az előző ö, lojalitások számítsanak. Tehát ugyanez a CDU-ban is van, hogy Friedrich Merz azért egy racionális, és hát ott van a, a Lineman, a, a, párt főtitkára, aki nagyon racionális ember, feltétlenül komoly szerepet kapnak, akár kancellária miniszter is lehetne. Tehát ők például elmondják, hogy csökkenteni kell a szociális segélyeket, az egyedül élő ukránok, a, hát a munkaképes ukrán menekültektől meg kell vonni a szociális segét, és ilyen tömegszállásokra kell őket tenni, mint Svájcban, Hollandiában. Tehát Hollandiában, Svájcban a, a, a migráns sok is, meg az ukrán menekültek, is, kapnak egy tisztességes tömegszállást, tehát, tehát mint egy kollégiumi elhelyezésre gondoljanak a hallgatók, tehát egy méltóság teljes, de mégis puritán elhelyezést, kapnak napi háromszori étkezést, nyilván kapnak egy tisztálkodási lehetőséget, tehát tényleg modern európai méltóság teljes körülményeket, és egy munkavállalási engedélyt, meg egy nyelvtanfolyamot. És azt mondják, hogy ha megtanulod a nyelvünket, megtanulsz egy normális szakmát, akkor be tudsz illeszkedni a társadalmi. A németek megadnak egy panellakást és 560 eurót. Thank <laughs> you. Tehát például ez is egy ilyen dolog, hogy ezt felül kell gondolni, vagy a németeknél is ugye a szociális segélyt felül kell gondolni. Tehát a CDU-ban megvan ez a józanság, csak hát 30 kal nem tudnak nagyot ugrani, és amint a szozdemekkel vagy a zöldekkel koalíciót kell kötniük, onnantól kezdve hiába van ez a józan program, ami a CDU-ban szerintem ott van, az atomenergiát is visszavezetnék, vagy gondolkodnak az atomenergia visszaállításában, vagy, vissza, vagy visszanyúlnának az atomenergiához. Tehát ott vannak okos gondolatok, józan a gazdasági szükségletekből kiinduló meglátások, javaslatok, csak amint a zöldekkel kell koalíciót kötni, már nem lehet az atomenergiához visszatérni. Amint a szozdemekkel kötnek koalíciót, nem lehet a szociális segélyeket csökkenteni. És akkor ugyanott tartunk, mint ahol most vagyunk, és hát Németország, mint Európa vezető politikai és gazdasági ereje, ha sodródik, akkor Európa is sodródik, és mint mondtam, közben az Euró is veszít az értékéből, ami nem csak nekünk fontos, ugye a forint árfolyam miatt, bár, a forint ne erősödjön túlságosan, mert akkor a magyar termékek felveszítik a külső piacon a versenyképességüket, hanem azért is, mert akkor a nyugati középosztály elveszíti a megtakarításainak az értékét, és ha a nyugati középosztály lecsúszik, akkor a szélsőségeseknek még nagyobb esélye lesz, ami azt jelenti, hogy Európában inkább a dezintegráció felé mennénk, és hát mindenkinek az az érdeke, hogy Németország jól működjön, a német gazdaság jól működjön, az európai integráció együtt maradjon, és nem az, hogy, hogy Németország, <laughs> ugye, ahogy most sodródjon, dezintegrálódjon, dezindustrializálódjon, mert ez a németeknek sem jó, és hát ami talán fontosabb, hogy nekünk, európaiaknak sem jó. Követni fogjuk a német eseményeket is a következő hetekben. Én nagyon szépen köszönöm Kiszeri Zoltánnak az interjút, a századvég politikai elemzési igazgatóját hallották. Köszönöm én is.